Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, kellemes délutánt kívánok! és Ismét programozással jelentkezünk, mégpedig folytatjuk a magas szintű programozási nyelvek egy előadást és labort, és elkezdjük a fél év második nagy témakörét, mégpedig a generikus programozást. Ahogy a címből is látjátok, ez lesz a mai téma, illetve az elkövetkezendő két hét témája, Picit már bevezettük az előző alkalommal, egy kicsit beszélgettünk így a vektorról, illetve a vektor kapcsán, hogyan is néz ki ez a generikus programozás, illetve készítettünk egy picit kis példát, de ez tényleg csak ilyen nagyon alapok voltak, úgyhogy most egy picit beszélünk az elméleti részéről is, de csak egy kicsit, és nézzünk egy csomó egyéb példát ez a mai program. Kezdjünk is bele, és tényleg egy nagyon izgalmas téma, legalábbis szerintem izgalmas téma, mégpedig az STL, hiszen az STL-el fogjuk elmagyarázni, bevezetni, megmutatni, hogy a generikus programozás igazából miről is szól, illetve hogy milyen eszközei vannak, és ezzel kapcsolatban azért érdemes egy kis prezentációval felvezetni a dolgokat, Úgyhogy akkor kezdjük is el. Szóval, alapvetően a STL-ről lesz szó főleg, de mindig fogjuk mondani azt, hogy ez miért is érdekes generikus programozás szempontjából, illetve hogy milyen generikus programozási eszközöket használ, alkalmaz. Ugye itt, ami előjön az STL kapcsán, az főleg a tárolók, az algoritmusok és az ezeket összekötő úgynevezett iterátorok amivel legutóbb már úgy érintőlegesen ö, megismerkedtünk, de azért most egy picit a mélyre megyünk a dolgnak, hogyan is néz ki, hogyan működik. Azért legutóbbi alkalommal még ö, hát tényleg csak a, a felszínkapargattuk. Na, és akkor egy kicsi tartalom, ez az elkövetkezendő három hétnek a tartalma, tehát azért ne jegyük meg, nem az első héten fogjuk ezt az egészet lenyomni. Ugye kicsit beszélgetünk akkor erre az STR-ről, hogy pontosan micsoda, utána kicsit a generikus programozásról, egy ilyen elméleti bevezető, aztán utána jönnek ezek a konténerek, iterátorok és algoritmusok, hogyan viszonyulnak egymáshoz, miért érdekesek. Megnézzünk pár ilyen egyszerű algoritmust, például a Findot. Aztán később majd jön a paraméterezés, ilyen függvényobjektumokkal, de az azért szerintem jövő hétre marad, illetve lesznek ilyen sequence konténerek, alapvetően ez lenne most a mai téma, ugye a vektor és a lista, mint klasszikus ilyen szekvencia tárolók. Aztán jövő héten és utána héten nyilván folytatjuk, mert azért ez tényleg egy nagyon nagy téma, ugye más típusú tárolókról is fogunk beszélni, egyéb algoritmusokról, illetve hogy ezek a különböző iterátorok és egyéb ilyen eszközök hogyan működnek, mit is használhatunk. Jó. Szóval tényleg egy elég masszív téma, és egy nagyon fontos téma. Azt már most kiemsülném, hogy itt azért alapvetően nem lesz arról szó, hogy most itt ezeknek a tárolóknak, illetve a tárolók, végrehajtott különböző algoritmusoknak milyen hatékonysága van, meg, meg ilyesmi. Az egy másik tantárgy, azt majd egy másik tárgyból fogjátok megnézni, megtanulni. Most tényleg csak itt megmutatjuk, hogy hogyan működik, hogyan lehet egy ilyen nagyon egyszerű kis konténert implementálni, de igazából ezt itt csak a, a generikus programozás szempontjából úgymond ilyen példakedvér, csak hogy, hogy hogy szemléltessük, hogy hogyan is néz ki. Nyilván ezeket azért production code majd, amikor felnőttök, ne használjátok, jó, amiket itt írunk, de miért is használjátok? Ott van az STL-be, tök jó működik. Itt tényleg csak megnézzük, hogy, hogy ezeket hogyan lehet alkalmazni, hogyan lehet implementálni, mondom, főleg a generikus programozás szempontjából. Jó. Oké, és na, és akkor Ugye, hogy milyen általános feladatok vannak, mi, mi az, ami érdekes itt nekünk. Ugye adatokat akarunk reprezentálni a programunk, hát ezt valahogy rendszerezzük, és akkor ezeket gyűjtjük ilyen konténerekbe, ilyen konténer, például a vektor, azt már tényleg orvérzésig használtuk, meg is írtunk egy-egy gyakorlatilag. Úgyhogy tényleg ez egy Jemeg példa. Ugye mihez kell, hát adatok rendszereségéig sem mondjuk nyomtatáshoz, vagy mondjuk egy gyors lekéréshez, vagy valami ilyesmihez. És akkor hát hogy lehet lekérni, Mondjuk a, egy index alapján, mondjuk szeretném megnézni az ennedik elemet. Oké. Okay. Vagy érték alapján, mondjuk, hogy az első elem, melynek értéke mondjuk palacsinta. És akkor, hogy az melyik az a, az a elem, aminek ez az értéke. Vagy valamilyen tulajdonság alapján, ahol mondjuk, a, hogy adja vissza az első elemet, ahol az ég kisebb, mint 64 de végtelen sokat lehetne még sorolni, tényleg rengeteg-rengeteg feladat előjöhet, rengeteg-rengeteg szempont alapján öm, rendszerezhetjük vagy kérhetjük le az adatainkat. Ugye itt akkor előjön ilyen, hogy mondjuk akkor adatot akarunk hozzáadni, adatot akarunk törölni, rendezni akarunk, keresni akarunk, vagy csak valami egyszerű numerikus műveletet akarunk végrehajtani, mondjuk minden egyes eleme, elemet szorozzon meg hárommal. Hát ilyen egyszerű dolgok. Ezek tényleg ilyen, ilyen, nagyon hétköznapi és, és mindig előforduló dolgok. Jó. Ugye alap egy ilyen dolog, ugye, hogy ugye múlt alkalommal ezt, ezt néztük meg, hogy már tudunk olyan programot írni, ami nem függ a típustól. Jó, tehát tudunk olyan, olyan eszközt, olyan függvényt, olyan objektumot írni, amely nem függ a típustól. Ugye ezt néztük meg a vektornál, és azért azt látni kell, hogy ezeknek a típusoknak a használata nem feltétlenül különbözik egymástól olyan őrületesen. Nyilván itt azért majd már is megemlíteném, hogy ugye nem hiába beszéltünk ezekről a konceptekről, lapozzatok majd vissza és nézzétek meg, ott azért ezeket jól körül kell írni, körül kell határolni, de azért... Csak példaként, egy integer használata nem különbözik nagyon egy double, double használatától. Hát, szám mindkettő, most persze az, hogy ugye a double az, az tölt számokat is képes reprezentálni, hát oké, okay, de azért olyan ördöngien nem különbözik egymástól. Hogy itt van például egy integer vektor használata, nem különbözik nagyban egy string vektor használatától. Jó? Ez fontos, hogy itt nem a int meg a string a lényeg, hanem a vektor, ami tárolja ezeket. Tehát van két vektorunk, egyik intestáról, másik stringettáról, már nagyon nem különbözik ez azért. Tehát tudjuk azt, hogy van pushback függvény, tudjuk nevelni a vektor méretét, hozzá tudunk adni hasonló. Tehát olyan őrületesen nem különbözik. Így jó. És akkor mi is az eszme a dolog mögött, hogy keresünk egy olyan programozási eszközt, melynek segítségével nem kell minden egyes alkalommal új programot írnunk. Ha valahogy máshogy szerveznénk az adatot, vagy más az adat jellege. És ugye ez az, ami e, itt példaként, hogy egy érték megkeresése a vektorban nem különbözik nagyban egy listában kereséstől. Jó? Hát keresünk egy értéket. Most keresjük a palacintát, most az, hogy vektorban, vagy most listában. Hát igazából mindegy. Jó? A keresés az keresés. Vagy mint ugye itt a stringek keresése, hogy számít a kicsi vagy nagy betű, hát persze ezt tudjuk akkor szabályozni, tudjuk állítani, de azért különösebben ez se okozhat olyan nagy problémát. Vagy például itt van, hogy egy fáj másolása nem különbözik nagyban egy vektor másolásától. Ugye megnyitjuk, és szépen megyünk elemről elemre, és áttesszük a másikba, lemásoljuk. Jó, ugye ezek azok a... a amit úgymond majd később algoritmusnak fogunk hívni, ugye ilyen keresés, másolás és sok más egyéb rendezés hasonlók. Jó. Ugye kellene nekünk olyan kód, amely könnyen olvasható, könnyen átírható, általános, viszonylag rövid, és hát amilyen gyorsan csak működhet, olyan gyorsan működik. És ez azért kell egy egységes hozzáférés az adatokhoz. Tehát tárolótól függetlenül, típustól függetlenül. Tehát valami olyan eszköz, ami összeköt algoritmusokat tárolókkal. Milyen eszmék jönnek még itt elő, milyen gondolatok? Ugye hát alapvetően az, hogy typesafe legyen, ez nyilván triviális, tehát ez ez, ez egyértelmű. Tehát itt nincs mese, <kül> ugye a typesafetyből nem lehet engedni, biztonságosnak kell lennie ilyen szempontból. Könnyű legyen a bejárás, tehát viszonylag egyszerűen lehessen használni, ne kelljen olyan nagyon nagy, nincs a kódot csinálni, hogy most fújt listát kell bejárnom, ott vektor kell bejárnom, de ott ugye mögött egy picit máshogy néz ki azért az adat. Nem, legyen könnyű, és legyen a, a tárolás viszonylag kompakt, tehát azért ne legyen túl sok overhegyje a dolognak, tehát viszonylag sok erőforrást próbáljunk megspórolni amennyire csak lehet. Legyen gyors, hát ez alapkövetelmény, tehát ez, ez megint csak olyan, hogy, hogy lassú programot lehet írni, csak nem sokan fogják használni, legyen lekérés, hozzáadás, törlés, ezek mind legyenek meg, és legyenek meg a leggyakrabban használt algoritmusok, ugye ez a másolás, keresés, a sorba rendezés, illetve majd nézzünk pár ilyen numerikus algoritmust is, ez ilyen sum, meg inner product, tehát ilyen belső szorzat, accumulate, hasonlók, tehát ezek legyenek meg, mert ezek, ezek, tényleg kellenek. Jó. És akkor itt van pár példa, most tényleg ezt nem fogok ezen végigmenni, tényleg egy nagyon-nagyon triviális dolgok, ugye ilyen, hogy, hogy a string, egy string vektor rendezése, telefonszám megkeresése név alapján és a többi. Jó. Tehát tényleg ezek a, a, a legegyszerűbb, legtriviálisabb ilyen dolgok, de persze azért emögött azért komoly implementáció van, tehát emögött komoly programok kell, hogy legyenek, ezeket fogjuk most megnézni. Jó. És akkor ugye generikus programozás szempontból úgymond általánosítunk algoritmusokat. Tehát az, hogy úgymond megpróbáljuk úgy elkészíteni a kódot, hogy az ne függjön semmilyen típustól, tehát ne az legyen, hogy itt mi most double értékeket keresünk, akkor írunk egy olyan függvényt, ami double értékekre működik, vagy mondjuk stringeket kell keresnünk, akkor olyan függvényt írunk, ami stringekre működik. Jó? De tudjuk, ilyet már készítettünk, ugye múlt alkalommal volt egy nagyon egyszerű kis függvényünk, ami kiírt valamilyen konténernek az elemeit. Ugye, ha emlékeztek, de majd elővesszük, azon fogunk egy kicsit dolgozni. Ugye ezt hívjuk úgy, hogy lifting, tehát tulajdonképpen, amikor ilyen típus tesszük, egyébként innentől kezdve hívjuk igazából algoritmusnak, mert addig csak függvény vagy eljárás esetleg, onnantól kezdve, hogy nem függ a típustól, hogy mi működik, onnantól kezdve hívjuk algoritmusnak, bár olyan nevezéktamban nem nagyon akarnék belemenni, mert nem olyan érdekes ez most, csak így mondom érdekességként. És akkor, hogy mi a cél? Hát ugye egyrészt, hogy helyes legyen, tehát hogy pontos legyen a specifikáció, minél pontosabb. nagyobb legyen a használhatóság, több területen lehessen alkalmazni, ugye magát a kódot e, tudjuk újra hasznosítani, ami tényleg a programozás egyik szent grája, hogy, hogy egy kód működjön lehetőleg sok helyen, sokféleképpen. Jobb legyen a teljesítmény, ugye ilyen finom hangolt könyvtárakat használunk, és hát igen, nyilván a lassúbb kódot azért előbb-utóbb kidobjuk, de tényleg ez is, hogy, hogy, minél szélesebb körbe tudjuk alkalmazni ezeket a, az algoritmusokat. Jó. És hát nyilván úgy fogjuk ezt is megírni, mint hogy a, a vektort is, úgy fogjuk ezeket elkészíteni, hogy a konkréttól megyünk az abstraktig. Ugye volt egy a vektor esetében egy double vektorunk, ezzel kezdtük el, és onnan kezdtük el szépen folyamatosan abstrahálni, úgymond, hogy ilyen generikusabb, általánosabb vektortárolónk legyen. Most már azért működik gyakorlatilag mindenféle típusra, nem specifikáltunk koncepteket köré, de gyakorlatilag minden típusra működik, és ez az, ami ugye már egy ilyen abstrakt vektorosztályt tesz lehetővé pontosabban generikus vektorosztályt, bocsánat, az abstrakt az más, ugye. Jó, és akkor ugye itt van egy ilyen kis lifting példa, mindjárt ebbe belenézek, hogy, hogy hogyan is néz ki. Ugye látjuk, hogy van itt egy ilyen kis sum függvény, ugye ahol átadunk paraméterről egy ilyen double pointert, vagy double array és egy számot, ami ugye megmondja, hogy hány elemű, és akkor egyszerűen csak így összegezzük az összes elemét, szépen egy ilyen kis double változóba, és ezt hát valahol használjuk, valahol visszaadjuk. Na igen ám, de hát azért ennél egy kicsit egyszerűbben is lehetne ezt a dolgot, pontosabban úgymond ilyen kicsit tipustalanul. Ugye, itt van mondjuk egy ilyen csomópontunk, és akkor egy ilyen kis struktúrán megyünk végig, és hát itt még ez esetben ilyen integereket fogunk összeadni, és tulajdonképpen ennek csak egy pointert adunk át, ami a legelső ilyen csomópont lesz, és szépen ezen megyünk végig, itt ugye összegezünk, aztán lépjünk a következőre. Jó? Hát egészen addig, amíg van csomópontunk, hát ez is egyfajta ilyen abstrakciónak mondható, de azért itt még mindig van típusunk. Mit csinálunk itt? Tulajdonképpen összegezzük az elemeket, tehát itt mondjuk egy tömbbe, itt pedig egy ilyen kis, valamilyen ilyen, ö, valamilyen láncolt, csomópont struktúrában, de a lényeg, hogy ö, elemeket összegzünk. Na, és akkor ugye van egy ilyen dolgunk, amit ilyen pseudokódnak hívunk. Hát eddig azért nem nagyon mutogattam ilyet, mert ö, szerintem az egy másik tárgynak a. a, a a célja, hogy ilyen szabadokódokon gondolkodjatok meg a De tényleg csak egy ilyen nagyon egyszerű kis dolog, hogy hogyan is kéne ennek az összegzésnek működni, hát a paraméterre átadunk valamilyen adatot, amin ugye működnie kell. És amíg nem érünk az adat végére, addig összegzünk, és kérjük a következő elemet. Hát Ez egy nagyon egyszerű kis megközelítés a dolognak, szépen megyünk végig. És tényleg itt, itt ugye ezzel a utasítással összegzünk. Ugye itt három művelet szükséges, ugye egyrészt az, hogy nem vagyunk még a végén, tehát ellenőrizzük, hogy a végére értünk-e. Ugye kell egy ilyen, hogy ugye nyilván adja vissza az értéket, és ugye, hogy adja a következő elemet. Jó? Tehát ezek azért, azért tényleg szükségesek, de azért ezen is majd lehet egyszerűsíteni, majd megnézzük, hogy hogyan. Jó. Oké. Okay. És. És akkor tényleg egy ilyen, ilyen STS stílusú példa most már. Ez is ugye az összegzésre. Alapvetően itt látjuk, hogy egy template függvényről van szó. Tehát egy ilyen sablon függvényről, ugye ahol egyrészt kap egy úgynevezett iterátor paramétert, megbeszéljük majd, hogy ez micsoda, egy iterátor típus paramétert, illetve egy olyan típus paramétert, amiben majd az összegzést fogjuk elvégezni. Hát ugye ez itt lehet sok minden integer, double, ugye azért a numerikus típusok, ugye a szummát általában numerikus típusokra értelmezzük, és ugye ide t tehát bocsánat, S-be fogjuk majd összegezni ezeket a a adatokat, tehát ott fogjuk összeadni. És akkor egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy ugye megyünk végig, ez fogja jelenteni majd nekünk az, hogy hogy a végére értünk-e már. Itt összegzünk, itt pedig léptetjük az, ezt az úgynevezett iterátort, amivel megyünk végig az adaton. Jó. Hamarosan tényleg megnézzük, hogy, hogy mit is jelent ez az iterátor. Jó, és a végén pedig visszaadjuk az eredményt, ami ugye egy ilyen T-típus, tehát ugye T-típus paraméterből érkező típusú változó lesz, hát integer double valami, valamilyen numerikus típus. Jó. Oké, és akkor hogyan néz ki? Hát itt van mondjuk egy nagyon egyszerű kis ilyen lebegő tömb, 8 elemmel, tényleg nagyon egyszerű kis valami, és ebbe a D-be akarjuk összegezni, akkor azt csináljuk, hogy egyrészt megmondjuk ugye a tömb elejét, Ugye? Mert hogy ugye a tömnek, ugye a, a neve az tulajdonképpen a, a, a mutató egy első, a, tehát egy mutató az első elemére, csak kitalálom mondani. jó, És itt pedig megmondjuk azt, hogy meddig menjünk. Meddig menjünk. Ez itt nagyon egyszerűen csak annyit jelent, hogy menjünk el a tömbünk végéig. Hát tömbünknél ez nem néz ki túl szépen azért ezt meg kell hagyni, ennél majd sokkal elegánsabb megoldásaink lesznek, de itt megmondjuk azt, hogy meddig menjünk, tehát mettől meddig összegezzünk, itt pedig az, hogy melyik változóba tároljuk el a, a, tulajdonképpen magát a, az eredményt, de itt azért ugye majd return egyet, de itt igazából főleg a típust fogjuk megmondani ez, amit itt néztünk, majdnem egy, egy STL-es Accumulate függvény. Picit egyszerűsítve van, meg fogjuk nézni majd, hogy hogy néz ki a, a, a rendes, meg meg is írjuk. És ez ugye már működik tömbökre, vektorokra, listákra, iStreamre, tényleg mindenre. Jó, tényleg mindenre működik, és ugye ugyanolyan gyors lesz a futás, mint hogyha külön-külön megírtuk volna, mi az ilyen inlining miatt fogunk erről is beszélni, majd megnézzük, hogy, hogy miért érdekes ez. Jó, most tényleg csak annyit, hogy, hogy, amit itt látunk, ez tényleg egy, majdnem egy olyan ekkumulét, ami, ami úgymond az STL-ben is van. Picit egyszerűbb, de meg fogjuk nézni mi is az az STL, csak tényleg ugye a ISO C++ standard library része, hát hívhatjuk úgy is, hogy ez a standard template library, most az, hogy ez a hivatalos neve vagy nem, azt meg nem mondom neked, de ez az STL nagyrészt ilyen nem numerikus, de azért van benne numerikus algoritmus is, de csak négy algoritmus van számolásra, ezek accumulate, inner product, partial sum és adjacent difference, ugye csak ezek vannak, van szöveg és szám, tehát ilyen stringek kezelésére alkalmas eszközök, konténerek és algoritmusok, Ugye vannak beépített és felhasználói típusokra is működik, különböző adatszerkezetek találhatók benne, és tényleg alapvetően arra optimalizálták, hogy a háttértárat minél optimálisabban használja, illetve hát nyilván a memóriát is, és mindig a teljesítmény volt szem előtt, tehát amilyen STL-es eszköz, mint például a vektor, vagy nyújt valamilyen azon érte, azokon értelmezett algoritmus, mondjuk egy sort vagy egy search, az mindig e, teljesítmény orientált, mindig a, az, a, a, az implementáció a teljesítmény volt e, szem előtt tartva elsősorban. Tehát higgyétek el, hogy hatékonyak, amiből az is következik, hogy nem kell sajátot írni, tessék azt használni, mert egyszerűbb. Oké És akkor tényleg csak fölvillantom, hogy ez a jó matematikus. E, tervezte az egészet Alex Stepanov. Ugye a lényeg az volt, hogy minél általánosabban fogalmazzunk meg koncepciókat, ugye algoritmusokat, tárolókat, egyebeket. Különböző koncepciókat különböző megvalósításban ad a program, és ahol lehetséges, kombináljuk is ezeket a koncepciókat, persze nyilván limitáltan. És Tulajdonképpen az volt a cél, hogy legyen a programozás általános, mint a matek, ugye? Az is bizonyos értelemben általános, hogy tényleg ne szorítkozzunk arra, hogy mi a típusunk, meg ugye a konténeren belül mi van, milyen algoritmusaink vannak. Tehát működjenek a konténerek, illetve az algoritmusok valamelyest egymástól függetlenül, egymástól szabadon, neküssük egymást. És akkor itt nyilván, ez, ez már az ő mondja, mondata, hogy good programming is más. Hát ezzel most lehet kötözködni, de én azért mindig, amikor a, a hallgatók hőbörögnek, hogy miért kell egy matekot tanulni, hát nem véletlenül. Azért maradjunk annyiba, hogy bizonyos szintig nyilván nem különösebben szükséges, valaki elővesz egy itt Angulárt, vagy valamilyen webfejlesztőst ott. Könnyen lehet, hogy soha nem fog vele találkozni, de azért bizonyos komplexitás fölött előjönnek olyan dolgok, hogy igenis tudnia kell a programozónak a mögöttes matekot is, mert anélkül nem fog menni. Már csak azt, azt hogy ilyen algoritmusok hatékonysága, hogy működik meg, ilyesmi. De a lényeg a lényeg, hogy igenis kell a matek, mert sokszor sok mindent tényleg ki kell számolni, végig kell gondolni, hogy hogy működik. Így jó. De itt most ezzel azért nem fogunk foglalkozni, mert euh, programozni jöttetek, nem pedig matekozni. Így jó. Na és akkor az alapmodell hogyan is néz ki? Ugye vannak nekünk algoritmusaink, mondjuk ilyen, hogy sort, find, search, copy, de tényleg akármi, amit szeretnétek. Vannak tárolóink, ugye vektorok, lista, map, another map, majd ezeket megnézzük, beszélünk majd róla. Egyet-egyet ilyen egyszerűbben meg is írunk, de inkább majd most már csak használni fogjuk őket, és a cél az volt, hogy válasszuk szét ezeket, tehát nem az egy, hogy a tárolókhoz rendeljünk algoritmus, tehát megírjuk a vektor search meg a lista search mert annak nem különösebben van értelme. Válasszuk ketté, és kössük össze őket úgynevezett iterátorokkal. Jó. Miért is érdekes ez? Ugye az algoritmusok az adaton dolgoznak, tehát nem érdekli a tároló. Van egy vektorunk, amiben stringeket tárolunk, nem érdekel a vektor, a stringek érdekelnek. Tehát ha tudom én, valamit sorba akarunk rendezni, vagy keressünk, keresünk valamit, az engem nem érdekel, hogy az egy vektorban van. Engem az érdekel, hogy mi a stringnek úgymond az értéke. Tehát keresem a szótárba a palacsinta szót, akkor nem érdekel, hogy az a szótármos listában van szervezve, vagy, vagy vektorban. Ez az egyik. A konténer adatottáról, ez a másik oldal, nem érdekli az algoritmus, tehát őt nem érdekli az, hogy mi azt fogjuk-e rendezni, vagy hogy fogjuk bejárni, vagy le fogjuk-e másolni. Jó. Válasszuk ketté ezt a dolgot, mert így lesz hatékony, így fog hatékonyan működni, de ha már ketté választottuk, akkor valamivel össze kell ugye kötni és ezek pedig úgymond az iterátorok lesznek. Ezek az iterátorok fognak arra szolgálni, hogy az algoritmusok hozzáférjenek a konténerekhez. Jó? Pontosabban a konténerekben tárolt adathoz. Jó? Oké, és amilyen kisebb megjegyzés, hogy minden konténernek van saját iterátor típusa, egy ilyen példát most meg is fogunk nézni, mégpedig a listánál egy nagyon egyszerű kis lista konténert meg fogunk írni, el fogunk készíteni. Nem a véglegest majd látni fogjátok, hogy azért az tényleg egy kicsit nagy falat lenne. Tényleg csak így nagyon egyszerűt fogunk megélni. De ott legalább meg fogjuk nézni, hogy abba az adott konténerbe hogyan kell egy ilyen iterátort elkészíteni. Jó. Oké is. Még egy pár szó. Az STR-ről ugye egy C++ szabvány keretrendszer, 10 tároló van benne, és körülbelül 60 algoritmus, plusz ugye a, ezekhez ugye az iterátorok, tehát ezekhez a konténerekhez, ugye persze vannak egyéb külső algoritmusok és tárolók, hát itt elsősorban ugye a, a, a boostot emelném ki, ami szerintem az egyik legjobb ilyen nem C++ standard keretrendszer, vagy library, inkább úgy mondanám. Ilyet meg is fogunk majd nézni, ha minden igaz utolsó étel lesz rá idő, hogy kicsit a robotautót még jobban elővegyük, és akkor ott meg fogjuk nézni a boostot, illetve hogy ott mit használunk a boostból, hogyan használjuk a boostot. Jó. Tényleg talán ezek a legjobb példák a generikus programozásra. Egyrészt az STL, másrészt pedig a boost, de meg fogjuk ezeket is majd, majd nézni. Jó. Oké, és ami érdekes, és ami fontos, hogyha néhánynak ismered az alapjait, illetve hogyha itt most úgy nagyjából sikerül elsajátítani az alapjait, akkor már ismerős lesz ez mindenhol. Tehát alapjaiban, amit mi most át fogunk beszélni az elkövetkezendő hetekben, azért a C függvénykönyvtárakban, amik ilyen konténereket, algoritmusokat, meg úgy általában, Bármi egyébet tartalmaznak, azok itt vissza fognak köszönni. Azért tényleg igyekeznek most már minden olyan, olyan library-t, ami, ami valamilyen adatot kezel, ilyen generikusra megírni. Jó, ezért is fontos, hogy tényleg foglalkozzunk generikus programozással, itt most ezeket meg fogjuk nézni. És akkor itt pár ilyen dokumentációt csak belinkeltem, ezeket lehet nézegetni nyugodtan. Alapvetően itt most nem feltétlenül az a cél, hogy teljes körűen mindent megtanuljatok. Tényleg csak egy alapvető eszmét akarok itt átadni, pár szemléletes példával, de azt mondjuk jól begyakorolva. Kicsit ránézünk, hogy milyen. Jó, könyvben is van info, nyilván a PPP könyvben is, illetve a CPP könyvben is, rengeteg-rengeteg, tehát én több száz oldal, tényleg nyugodtan lehet forgatni, ha valaki tényleg éhezik kicsit jobban erre a részre, rengeteg infó van. Hoztam pár ilyen Móriczka is, csak hogy el tudjuk egy picit jobban képzelni, hogy ezek az iterátorok hogyan is működnek. Igazából mindig ilyen iterátor párokról beszélünk, egy iterátorral nem mindig tudjuk megoldani azt, amit szeretnénk. Tulajdonképpen egy ilyen iterátor pár leír egy szekvenciát. Ugye van nekünk egy kezdetünk, ugye ez lesz itt a begin, illetve van egy végünk, ugye ez pedig az end. Fő különbség az, hogy ugye a begin a legelső elemre mutat, az end pedig az utolsó utáni elemre. Jó, tehát az utolsó utáni elemre. Jöhetne itt a kérdés, hogy előfordulhat-e olyan, és ezt bedobom a csetbe, majd válaszoltok, előfordulhat-e olyan, hogy a begin és az end ugyanoda mutat? Lehet-e olyan? De most egy előre csak tényleg az, hogy van itt nekünk valamilyen szekvenciánk, és akkor van két iterátorunk, az egyik az elejére mutat, a másik pedig a végére, pontosabban a vége utáni elemre. Tudunk vele, műveleteket végrehajtani, minden iterátor ugye, egy típus tulajdonképpen, uh, iterátor műveleteket tudunk végrehajtani. Ugye van például ez a plusz plusz, ez adja a következő elemet, tehát úgymond a begint lépteti egyel, és akkor most már ide fog mutatni ez az iterátor. Jó. A csillag excess, ezzel fogunk majd tudni hozzáférni az adott elemhez. Tehát itt mondjuk, ha ilyen stringek vannak, akkor ezzel a csillaggal ugye a dereferencia operátorral, vagy access operátorral hozzá tudunk férni a konkrét elemhez. Hát, ami vagy egy string, vagy egy double, vagy egy int, teljesen mindegy. Jó. Illetve van nekünk így ez az egyenlő-egyenlő, ami ugye azt adja vissza, hogy hát két iterátor ugyanoda mutat-e, vagy sem. Oké, és előfordulhatnak más iterátor műveletek is de ezek azok, amik tényleg mindegyikben benne vannak, ugye a minusz mínusz az nem minden esetben van, ugye előfordulhat a plusz is, illetve a, a, ez a subscript operátor is, de ez azért nem minden esetben elérhető, megnézzük majd, hogy miért elérhető, és miért nem elérhető adott esetben. Így jó. Szóval az iterátorok nagyjából valahogy így néznek ki. Ugye vannak nekünk konténereink, például itt van egy vektor, hát ezt már ismerjük nagyon, ugye van nekünk itt valami kis pointerünk, ami egy ilyen, hát jó esetben egy freestore-ba lefoglalt memóriaterületre mutat, és ugye itt már be is rajzolta egy-egy iterátort, ugye ez mutat itt az elejére, ugye ez pedig itt a utolsó utáni elemre, és mondjuk ha be akarjuk járni, akkor ezt szépen léptetjük, szépen végigléptetjük a konténerünkön. Jó. Akkor van egy másik, itt van a listánk, ez hát hívhatjuk úgy is, hogy egy ilyen két irányba láncolt lista, nem pontosan tudom, hogy jelenleg van-e ilyesmi tantárgyatok, úgy rémlik, úgy rémlik, hogy valamikor van, de azt pontosan meg nem mondom, hogy mikor. Na hát ez egy olyan adatszerkezet, ami előre is, meg visszafele is tudunk lépegetni, hát tulajdonképpen ugyanúgy működik ez is, mint a vektor. Itt is szépen az iterátorral lépegetünk elemről elemre, amíg a végére nem érünk. Ugye, hát nagyon hasonló a kettő. Akkor van itt egy set, ez mondjuk halmaznak is hívhatjuk, vagy valami hasonló. Ez egy, egyfajta ilyen fa adatszerkezet. Hát erről különösebben nem fogunk beszélni, ezt csak ki fogjuk próbálni, megnézzük, hogy működik. Általában, ha jól tévedek a stl ben ez egy piros-fekete fával van reprezentálva ha tanultok ilyet, akkor ez ismerős lehet, és akkor itt pedig ez valamilyen módon rendezve van, és akkor itt szépen végig tudunk menni ezen a, ezen a fán, de itt is azért valahogy értelmezve van ez a begin end, de itt azért már egy picit, picit máshogy néz ki a dolog, ezt is erre is rá fogunk pillantani, de tényleg ez csak érintőlegesen. Jó. Okay. És, és akkor egy nagyon egyszerű kis keresés, hát ugye látjuk, hogy megint. Ezt, ezeket meg fogjuk írni, ki fogjuk próbálni, ugye megint itt van valamilyen adatszerkezetünk, ugye egy ilyen kis szekvenciánk, úgymond, ugye az első elem és az utolsó utáni elem, ami már ugye nyilván nem létezik, tehát ezt fontos kihangsúlyozni, hogy ez egy nem létező elem, és akkor látjuk, hogy itt van egy ilyen template függvényünk, ugye amit egyrészt uh, fogunk egy iterátorral paraméterezni, illetve egy típussal, ami ugye típuson értelmezve van. És szépen itt bejárjuk, amíg a végére nem érünk, vagy amíg ugye meg nem találjuk. Jó, mert ugye fájdalunk, addig léptetjük. Ha meg megvan, akkor visszaadjuk a pointert, pontosabban azt az iterátort, amivel arra a konkrét elemre mutatunk. Jó, látjuk azért az alap eszme az, hogy itt nem értéket fogunk visszaadni, nyilván, mert nem az értéket keressük, hanem az elemet keressük, hogy melyik elemnek olyan az értéke, amit keresünk. És látjuk, hogy itt egy ilyen iterátort fogunk, ad, iterátort fogunk visszaadni, megbeszéljük, megnézzük. Jó, és akkor itt van már egy konkrét használat, látjuk, hogy itt egy integer vektor referenciált van, tehát egy sima int vektor, illetve egy int x, hát ezt az x-et keressük, mondjuk a 10 vagy a 20 teljesen mindegy, hívjuk a find függvényt, és itt tudjuk szépen a begin és az end intervallumot megadni ilyen iterátorokkal, ugye a begin az eleje lesz, az end pedig a vége, tehát ebben az intervallumban keresünk a mi szekvenciánkban egy értéket, nevezetesen pedig az x értéket. Jó. Látjuk, hogy itt már specializálunk is, tehát itt már megmondjuk, hogy ez egyrészt integerre, másrészt pedig vektor iterátorra működjön, és egy ilyen int vektor iterátor típus fog nekünk visszaadni, hát még kimondani is nehéz és hosszadalmas nem, hogy leírni, erre tökéletesen használható majd az autó ö, típus deklaráció, odaérünk, megnézzük ezt is. Jó. Tehát tulajdonképpen mit fogunk visszakapni? Egy iterátort, ami arra az elemre mutat, amit keresünk. Hát tökéletes. Pontosan ezt szeretnénk. Hát de mi van akkor, hogyha nincs meg? Ez is egy ilyen alap ilyen, ilyen alapdolog, hogy ha a végére értünk, tehát ugye egy szépen itt lépegetünk, hogyha ide értünk a végére, tehát hogyha úgymond az az iterátor, amivel itt megyünk, az a végére ér, akkor az azt jelenti, hogy a keresett elem nincs meg. Tehát az a X, amit konkrétan itt keresünk, az nincs benne, akkor az a P iterátor, az ez a úgynevezett end lesz, tehát akkor a szekvencia végére érünk. Ezzel jelezzük azt, hogy nincs benne. ezért fontos az, hogy ez az end az utolsó utáni elemre mutat. Jó? Ha az utolsó elemre mutatna, ezt nagyon nehéz lenne lekezelni, Hát ennél nehezebb maradjunk annyiba. Ezért van az, hogy az end az mindig az utolsó utáni elemre mutat. Szóval tényleg egy nagyon egyszerű kis find, és akkor tényleg, hogy generikus ugye típusra és tároló típusra is látjuk, hogy ugyanazt a findot hívjuk, ugyanúgy a begin és az end, illetve a keresett az x elem, mert látjuk, hogy ez, ez, mindig, mindig ugyanaz. Ugyanúgy egy iterátort fogunk mindig visszakapni, jó, tehát ez is megegyezik. Ugyanúgy leellenőrizzük, hogy benne van-e. Tehát, hogyha a P, amit visszakapunk, az nem a tárolónak a vége, akkor mondjuk azt, hogy megtaláltuk. És ugye, ami itt a lényeg, hogy egyrészt ugyanígy működik vektorra, listára és halmazra, vagy hát setre, halmaz, talán így nevezhetjük. És a belső típus is lényegtelen, tehát int vagy string vagy double, teljesen mindegy. Ugye nyilván arra kell figyelni, hogy olyan elemet keresünk, amilyen a tároló, amire a tároló specializálva van, értelemszerűen. Double setben ne keresünk stringet, mert nem fogjuk megtalálni. De a lényeg a lényeg, hogy ez a rész mindenhol megegyezik. Jó? Tehát ugyanúgy hívjuk a findot, ugyanúgy a tárolónak a egy, tehát egy iterátor párt adunk át, ugye a find meg ugye az értéket, amit keresünk, de hát az gyakorlatilag mindegy, csak a típusra kell odafigyelni. Jó. Ez azért egy nagyon kényelmes dolog. Ez az, amit mondtunk, hogy hogyan kössük össze ugye a, a, az algoritmust ugye a tárolóval, és tulajdonképpen ez az, amit látszik tökéletesen, hogy mindegy, az, hogy, hogy, milyen adaton megyünk végig, mindegy, milyen tároló, mindegy, hogy mi van abba a tárolóba, és majd később látni fogjuk, hogy igazából az algoritmus is mindegy, de itt most csak a find van kiemelve. Jó. Oké, és na, és akkor ugye egy iterátor a tároló egy elemére hivatkozik, vagy mutat, és akkor már egy kicsit el is hogy ez pontosan mi. Ugye az end az utolsó utánira, nem az utolsóra, ez nagyon fontos, ezt jegyezzük meg, nem az utolsó utánira. Ugye itt tudjuk elegánsan kezelni azt, hogy a, hogy a tárolónk hát vagy üres, vagy ugye nincs benne a keresett elem például, de ez attól függ, hogy, hogy mi az algoritmus. Tehát az utolsó utáni nem egy elem, de hasonlítható másik iterátorral, és nyilván nincs access, mert mert ott nincs elem. Tehát nem tudunk hozzáférni nem létező elemhez. Hát legalábbis ne próbáljuk meg, mert hát ebben valami katasztrófa a vége. Tehát vagy elszáll a programunk szegfaltal, vagy olyan memóriaterülethez férünk hozzá, amihez nem kéne, erre figyeljünk, de mindegy, az endet nem is fogjuk így erre használni. Jó. Oké. Na, és akkor picit menjünk tovább, és akkor nézzünk meg egy másik témát. Valószínűleg ezt már jövő hétre fogjuk egyébként példával szemléltetni. Ugye keressünk meg az első elemet, amely megfelel egy feltételnek, egy úgynevezett predikátumnak. És itt a predikátum egy, egy paramétert vár, és visszaad egy bool típusú változót, tehát egy igazat vagy egy hamisat. Hát mi is történik. Ugye látjuk, hogy itt van ez a find if, find if és itt megint átadunk egy iterátor párt, enyhe íráshibával, ezért elnézést is kérek. Átadunk egy iterátor párt, tehát egy, egy, intervallumot a szekvenciába, mettől meddig akarunk keresni. És ez a find if, itt a harmadik paraméter pedig egy úgynevezett predikátum lesz, ami Valamilyen értéket vár, és valamilyen e, igaz ad vissza. Jó? Hát hogy működik ez? Ugye látjuk, hogy e, a következőben fogjuk látni, hogy itt majd e, valamit e, nyilván meg kell vizsgálnunk. Itt tulajdonképpen annyi történik, hogy itt, ahogy megyünk végig a szekvencián, elemről elemre szépen odaadjuk ennek a predikátumnak minden egyes értéket, hát itt konkrétan most integereket fogunk, tehát minden egyes elemet, ami ugye ebbe a szekvenciában van, átadunk ennek a predikátumnak. Hát a nevéből ítélve ez a predikátum azt fogja megvizsgálni, hogy az a szám, amit átadunk, az páratlan-e vagy sem, ugye? De majd ezt mindjárt megnézzük. Jó. És akkor itt pedig így néz ki, látjuk, hogy itt van egy ilyen sablon függvényünk, megyünk végig, ugye az első és az utolsó elem, tehát ez ugye az az iterátor, amit ugye néztünk is, illetve itt van a predikátum, amit átadunk paraméterül. Nagyon fontos, hogy ez is úgymond templétes, tehát látjuk, hogy ezt is ilyen típus paraméterként adjuk át. A lényeg a lényeg, hogy itt ez esetben majd egy függvény lesz, de megnézzük, mert azért lehet ez bonyolítani. Jó. És akkor itt azt vizsgáljuk meg, szépen megyünk végig, hogy amíg az első az, tehát amíg a végére nem értünk, ugye, illetve, hogy a predikátum megfelel -e, hogy az elem megfelel a predikátumnak, vagy sem. Tehát átadjuk neki az értéket, jelen esetben egy integert, mondjuk a hármat, és átadjuk ezt a hármat ennek a függvénynek, ami jelen esetünkben egy sima függvény lesz, ami majd visszaad egy igazat, vagy egy hamisat, hogy az most páratlan -e vagy sem. Nagyon egyszerű. És ezt itt levizsgáljuk, ha nem páratlan, akkor megyünk tovább. Jó. Ha pedig páratlan, nyilván akkor ebbe a ciklusból kilépünk, és visszaadjuk azt az iterátort, ami arra az elemre mutat, ami páratlan. Jó. Fontos, nyilván itt a legelső elemet fogjuk csak visszaadni, tehát a legelső elemet, ami páratlan, tehát amit először megtaláltunk. Jó, tehát nem mindet. Nem mindet. Jó, oké. És itt pedig a végén le tudjuk vizsgálni, hogy van-e benne páratlan szám, vagy nincs. Tulajdonképpen ilyen egyszerű a dolog. Na de nézzük meg, hogy mi ez a, a predikátum. Um, alapvetően vagy egy függvény, vagy egy függvény objektum, ezeket majd ki fogjuk próbálni, meg fogjuk nézni, amely vár egy paramétert, és visszaad egy bult. Tehát egy igazat, vagy egy hamisat. Hát itt egy nagyon egyszerű kis implementációja ennek. Látjuk, hogy itt paraméterül átadunk egy integert, megnézzük, hogy ez osztható-e kettővel maradékosan, Nyilván, hogyha ha a maradék nélkül osztható, az azt jelenti, hogy páros, tehát hamisat adunk vissza, ha pedig maradékosan osztható, csak akkor igaz, és akkor igazat adunk vissza. Tényleg ez egy nagyon egyszerű kis megvalósítás, ennél nagyon bonyolultabbat nem is feltétlenül kell. És akkor itt, hogyha ezt levizsgáljuk, mondjuk hétre, akkor erre nyilván igazat fog visszaadni, hiszen a hét az páratlan szám. Jó. Így tudjuk függvényjel megoldani, szerintem ebben semmi különös nincs, és akkor itt pedig ezt így tudjuk használni, csak akkor még a függvényhívó operátort se kell, de mondom, ezt is ki fogjuk próbálni, meg fogjuk nézni, hogy hogy működik. Másik ilyen az a függvényobjektum, ez itt már egy picit bonyolultabb lehet. Itt van egy struktúránk, és egy struktúrába teszünk egy ilyen, tehát úgymond túlterheljük a call operátort, tehát a függvényhívó operátort. Itt ezt már tényleg majd megnézzük éles, vagy hogy működik, mert e, itt azért ez már egy picit e, talán komplikáltabb lehet. A lényeg a lényeg, hogy használni gyakorlatilag ugyanúgy kell, csak előtte kell csinálnunk belőle egy példányt. Jó? Megnézzük ezt is, ami tényleg itt a lényeges, hogy itt a függvényhívó operátort kell túlterhelnünk. Általában akkor használunk ilyen függvényobjektumot, hogyha több változónk is van, illetve szeretnénk egy picit komplikáltabb számításokat csinálni. Ilyen sima függvény nagyon ritkán használunk, már csak azért is, mert helyett lehet írni lambda kifejezést. Tehát ilyen nagyon rövid, nagyon egyszerű kis egysoros függvények lambda-expressionként is átadhatóak, talán picit célszerűbb is, egyszerűbb. Megnézzük azt is. Jó. És akkor itt van egy e, picit e, komplikáltabb, talán komplikáltabb e, függvényobjektum is. Itt már azt néznénk meg, hogy valami kisebbe valaminél, tehát mondjuk, e, itt megyünk végig egy e, valamilyen tárolón, ugye az elejétől a végig, e, és azt, azt keresjük, hogy van-e olyan számunk, ami kisebb, mint 42, pontosabban 43, bocsánat. És ugye itt... E, ezzel a kis függvényobjektummal vizsgáljuk le. Itt van valamilyen értékünk, hát alapvetően ez lesz az, az érték, amit vizsgálunk. Ugye ennek a struktúrának lehet egy konstruktora, természetesen, hát ugyanolyan struktúra, mint bármi más. Itt ebbe a struktúrába pedig átadjuk azt az értéket, amihez hasonlítani akarjuk majd a szekvenciánkban lévő értékeket. Jó. És ez itt megjelenik nyilván ilyen lokális változóként ugyanúgy, mint az imént, túlterheljük a kóloperátort, ugye csak azért, hogy így tudjuk használni, jó, túlterheljük a kóloperátort, és itt pedig visszaadjuk, hogy kisebb, mint 43 vagy sem. Hát, megnézzük azért ezt is, lehet, hogy elsőre kicsit bonyolultnak tűnik, de semmi pánik, minden világos lesz, hogyha picit jobban belemegyünk. Oké, és jó. És akkor ez nyilván itt használható ö, stringekre is. Hát ugye, nyilván fontos, hogy a típusra értelmezhető legyen ez a ez az operátor. Ugye itt ö, integer esetében ez triviálisan megvan, ugye beépíte, ez nyilván működik. Ugye itt pedig látjuk, hogy egy ö, stringek listáján fog végigmenni. Hát legalábbis itt azt írja, hogy egy stringek listája, és azokat a szavakat keresi, ami a kisebb, mint a, ez a Perfection szó. Hát, ugye az ABC-ben előrébb van, akkor fogalmazzunk így, és azt szépen vissza fogja adni az első előfordulását. Jó. Oké. Na most alapvetően ezek a függvényobjektumok egy viszonylag hatékony technika, elég jól inline-olódik, már elnézést a, a, a kifejezésért. Gyorsabb, mint hogyha függvényt használnánk, de ez is olyan, hogy, hogy mit használunk pontosabban. Azért ezeket, hogy valami gyorsabb, valaminél ezt mindig kezeljük azért úgy fenntartással, nagyon, nagyon, nagyon nagyban függ attól, hogy pontosan mire is használjuk, mit is csinálunk. Az, hogy, hogy vektor, vagy lista, vagy függvényobjektum, vagy függvény, vagy egy lambda kifejezés, ez, ez mindig attól függ, hogy, hogy pontosan mit csinálunk, és mindig végig kell gondolni, hogy jó, most itt akkor ezt kell csinálnunk, akkor mi, mi a leghatékonyabb. Jó, persze azért vannak ilyen ökölszabályok, de, de alapvetően mindig érdemes végig gondolni, hogy hogy, hogy használjunk, mint használjunk, Nyilván itt most az, hogy, hogy a függvényobjektum gyorsabb, persze ezt fogadjuk el, nyilván ezeket az állításokat azért nem random módon dobjuk fel ide a prezentációba, ezeket azért kimérték, megnézték, és valóban a függvényobjektum gyorsabb, mint ha sima függvényeket használnánk ebben a e, konkrét esetben. Ugye ez az, amit úgy hívunk, hogy policy parametrization, tehát amikor valamilyen policy valamilyen szabályt e, hozunk létre, és az algoritmusainkat egy ilyen policy paraméterezzük. És akkor igyekszek már kicsit magyar szavakat is használni. Tehát tulajdonképpen, hogyha ide visszakattintunk, ugye ez itt a policy, tehát a szabály, ami szerint kell mennie ennek az algoritmusnak, ugye ez, és ezt egy paraméterként fogjuk átadni, itt meg tulajdonképpen a policynek az implementációja van, ami ebben az esetben itt egy függvényobjektum. Jó. Oké is. Amúgy ez a policy parametrization, ez így a funkcionális programozásnak egy eszközett C++-ba. Tananyagban van funkcionális programozás is említve, hogy kéne róla egy kicsit beszélgetnünk. Hát tessék, itt van. Most engedjétek meg, hogy a Lispet ne vegyem elő, mint példa. Szerintem ez itt funkcionális programozásként progégyen bőven elég. Ugyanez a lambda expression is, ott is tényleg alapvetően ez a, ez a funkcionális programozás egy eszköze, szerintem bőven elég ide most, jó? Később majd, aki szeretne lispezni, az nyugodtan előveti tök jó AI programok vannak egyébként még ma is elérhetőek. Na. Oké, és visszatérve, ha van egy jó algoritmusunk, az szükséges paraméterezni egy policy tehát valamilyen szabályjal, tehát például paraméterezzük a rendezést egy szabályjal mi alapján rendezünk. Ezt is meg fogjuk nézni, ki fogjuk próbálni. Mondjuk van egy ilyen kis rekord struktúránk, ami tárol nevet, nevet, meg címet. Hát, egy nagyon egyszerű kis dolog, lehetne még telefonszám, vagy akármi más. És van egy ilyen vektorunk, amiben ezt berendezzük. Egy sima vektor, rekordokat tárolunk benne. Hát, rendezzük, ugye, szortoljuk, az, hogy a szort az pontosan mi az jelen esetben most nem érdekel, uh, rendezzük a vektort. Na igen, de mi szerint? Név szerint, vagy cím szerint? Adjunk neki policy -t. És itt erre van egy ilyen, hogy compare by name, vagy compare by address. Jó? Nyilván ezeket magunknak kell megírnunk, uh, azért ilyen előre definiált uh, policik át vannak, de nyilván azok olyan típusokra működnek, ami, ami tényleg uh, tényleg vagy beépített típus, vagy ilyen stl típus, hát de adjuk meg a policy -t. És ugye itt látunk a, a két, két policy, hogy hogyan is néz ki. Hát ugye a compare by name, ugye az annyit csinál, hogy ugye átadjuk a két rekordot paraméterről, amit ugye össze kell hasonlítanunk, és szépen visszaadja azt, hogy egy ilyen bult, hogy az kisebb vagy nagyobb. Jó, az, hogy a szort hogy működik, az most jelen esetben minket nem érdekel, mi csak azt mondjuk meg, hogy mi legyen az összehasonlítás alapja. Tehát az, hogy a szort hátul most egy buborék, vagy gyors, vagy mit tudom én, milyen rendezés, az senkit nem érdekel. Nem az a lényeg most jelenleg. Nyilván fontos az is, de most nem az a lényeg. Most itt az a lényeg, hogy adunk egy policit, hogy mi legyen a rendezés szempontja. És itt látjuk, hogy a rendezés szempontja itt ebben az esetben most ugye a, a, a rekordoknak a név tagja, tehát a ném tagja. Hasonlóan kompárbáj address, csak akkor ugye az ödrest fogjuk hasonlítani. Az, hogy ez a rettenetes dolog, ez mi, ebbe most nem menjünk bele. Jó, ez én célszerű függvény. Maradjunk annyiba, hogy ugye a cné, ha visszaköszön, de azért órán meg fogjuk majd nézni, kipróbáljuk ezt is. Jó gyorsan lepörgetem, és akkor majd lesz idő kérdezni. Ugyanezt meg lehet tenni lambda expression is, ez azért egy viszonylag egyszerű hát ilyen policy, hogy úgy mondjam, azért ezt még szerintem éppen egy lambda expressionbe be lehet tenni. Látjuk, hogy itt ugye megadjuk a paramétereket, hogy legyen A és B, tehát két rekordot, amit összehasonlítunk, és akkor itt pedig ugye a törzsbe megmondjuk a, magát az összehasonlítást, pontosabban a rendezést, csak hogy, hogy kicsit szabatosabban fogalmazzak. Itt pedig ugye a, a string compare-rel pedig azt adjuk meg, hogy hogy a címeket hogyan hasonlítsuk össze. Jó. Tehát tulajdonképpen ez ugyanez, mint az imént, csak ide nem a, a függvényobjektumot tesszük, hanem egy ilyen kis lambda expression-t. Jó. Oké, és hát pár ilyen javaslat, hogy, hogy, hogyan is kellene ezt, csak tényleg így, így felvillantva, hogy használjunk nevesített objektumot, hogyha valami összetett dologra van szükség, és kommentelni kell. Kommentálni mindig kell, de hogyha nem triviális. Ugye imént egy ilyen triviális dolog volt, hogy páratlan e vagy nem. Azon nem nem van mit kommentálni, az tényleg egyértelmű. Ha egy szám páros, páratlan, az, azon nincs mit, az mehet lambda expressionbe. Másik ilyen, hogyha a több helyen van rá szükség, akkor is legyen nevesített objektum. Nyilván, ezt tudjuk már, hogyha valamire több helyen van a szükség, akkor adjuk, annak adjuk nevet. Jó? Tehát ez fontos, ugye a változóknál is ezt beszéltük, nem szeretjük a magic konstansokat, ugyanez magic value-kat, bocsánat, használjuk itt is ugyanezt a megközelítést. Jó, használjunk lambda expression ha rövid és egyértelmű, ahogy azt mondtam, és válaszunk az alapján, melyik érthetőbb és világosabb. Igazából nincs teljesítménybeli különbség a lambda expression és a, a függvényobjektum között, és általában ezek gyorsabbak a függvényeknél. Általában ezek gyorsabbak. Másik ilyen konténer, amivel meg fogunk ismerkedni, az a lista. Ezt is meg fogjuk írni, nem teljesen, mert azért ez egyszerű, és nem akarok még egy olyan kontinent, mint ami a, mi a vektor, már mint abban az értelemben, hogy olyan sok időt tölteni vele. Egy nagyon egyszerű kis implementációját fogjuk megnézni. Igazából nem is különösebben fogjuk minden egyes tagját megírni, csak tényleg a, a legfontosabbakat, hogy ki tudjuk próbálni de azért meg fogjuk nézni. Később majd használni fogjuk, hiszen fogunk egy ilyen, ha minden igaz, ma meg fogjuk írni egy ilyen kis dokumentum kezelőt, ami ilyen lista adatszerkezetet fog használni, szóval inkább majd csak használjuk, de azért írunk valamennyit, hogy, hogy az iterátort meg tudjuk nézni, de mondom, ezt nem fogjuk tökéletesen teljes mértékben elkészíteni. Jó, és akkor egy ilyen lista, hogy hogyan néz ki meg, hogyan tudjunk majd beszúrni elemeket, ezt is megnézzük. Ugye, ahogy mondtam, a lista az egy ilyen két irányba láncolt lista, tulajdonképpen, hogyha emlékeztek adatszerkezetekből, akkor valami ilyesmire kell gondolni. Semmi bonyolult, csak lesz egy-egy pointer a következő meg a megelőző elemre, amúgy, de majd tényleg megnézzük kódba, hogy ez hogy néz ki, és akkor lesznek ilyen iterátoraink itt is. Nyilván uh, itt az iterátor már egy beépített uh, típusa lesz, tehát egy nested class lesz a listába, megnézzük majd ezt is, hogy hogy néz ki, és ezzel tudunk majd szépen uh, bejárni. És akkor ugye itt ilyen problémák előjöhetnek, hogy mi van, hogyha, ha beillesztünk egy elemet, hogyha kitörlünk egy elemet, ugye ezeket az iterátorokat azért oda kell figyelni, hogy, hogy hogyan is használjuk de majd amikor a, a dokumentum kezelő példát nézzük, ott majd ezek azért elő fognak jönni elég vastagon. Jó. Ugyanígy figyelni kell a törlésre is, nyilván most itt nem akarok tényleg belemenni, mert, mert nem biztos hogy olyan, olyan lényeges. A lényeg, hogy tényleg oda kell figyelni, hogy ha törlünk, akkor hogyan is, hogyan is használjuk, hogyan is alkalmazzuk ezeket az iterátorokat. Jó. És akkor ugye az iterátorok kapcsán, hát ezt már megnéztük, ugye a, a vektor bejárása jön itt elő, ezt ki is próbáltuk, ugye itt van ez a sima, sima kis integeres for ciklus, egy jogos kérdés, hogy miért integer, ugye, és akkor itt ugye egyrészt áttértünk a size type-ra, ami egy előjel nélküli long volt, ha jól emlékszem, és azzal jártuk körbe, de most már lesz lehetőségünk iterátorral is ö, bejárnunk. Ugye a vektort pontosabban volt lehetőségünk, szerintem ezt ki is próbáltuk, mert hogy megírtuk benne az iterátort, és ugyanígy van lehetőségünk ö, ilyen range for loop is ö, végigmenni. Hát itt ugye használjuk ezt a value type-ot, ami tulajdonképpen a, a vektornak a. a típusa, tehát az, hogy aktuálisan mire van specializálva, ugye azt mondja meg, de hát nyilván ez a legkompaktabb, tehát ez az, amit tudunk, és ahogy említettük is múltkor, ez ugye iterátort használ, ezért kellett megírnunk bele az iterátort. Jó. Előjön majd, a, hogy vektor vagy lista. Alapvetően, alapértelmezetten C++-ba legalábbis használjuk a vektort ha van rá, csak akkor használjunk mást. Nyilván itt azért itt előjönnek már ilyen hatékonyságbeli dolgok. Nyilván, ha nagyon-nagyon sok elemünk van, akkor lehet, hogy érdemes a listát használni. De azért, azért alapvetően tényleg a vektor legyen az alapértelmezett. Megnézzük majd ezt, hogy itt, itt pontosan mire is gondolunk. Könnyű növelni, insert, rész, ezek mind-mind előjönnek. Ugye a dolog nagyon kompakt, de azért, azért erre figyeljünk oda. Jó, rendben van. Alapvetően itt az lehet egy szempont, hogyha nem akarjuk, hogy a elemek mozogjanak. Most csak mondok egy példát, van egy hosszú string vektorunk, vagy egy karaktervektorunk, inkább úgy mondom, és abból egy elemet ki akarunk törölni, akkor ugye minden egyes elemet, ami utána van, azt törölnünk, vagy hát egyel előre kell mozdítanunk még hogyha listánk van, akkor igazából ott majd látni fogjuk, hogy csak a pointereket kell állígatnunk. Talán egy picit, picit hatékonyabb, picit jobb, de meg fogjuk ezt is nézni. Aztán vannak egyéb tárolóink, map, meg unordered map, most ezekre tényleg nem akarnék már úgy különösebben kitérni. Kipróbáljuk, megnézzük, hogy hogyan működik, egy, -egy kis példát fogunk nézni. Esetleg megbeszéljük, hogy miért érdekesek, de a részletesen azért nem fogunk ö, rajta ö, sokat elmélkedni. Jó. Pár hedőrt még ö, ö, fölvillantanék, és akkor itt ö, látunk, hogy hogy ezek hogy is vannak, hogy is néznek ki. Ö, ezeket lehet használni. Jó. Na, úgyhogy az előadás rész alapvetően ennyi is lett volna, már is nézzünk példákat. Előveszem a múltkori kis template őré kódot. Hogyha emlékeztek rá, akkor ez volt az a nagyon egyszerű kis ilyen templétes őré, amit használtunk, hogy nyilván tudjuk tartani a, a struktúrába az elemszámot is. Alapvetően ez egy példa volt arra, hogy hogyan tudunk típussal és integerrel paraméterezni egy típust, de ugye kellemes volt, hasznos volt, mert hogy ugye tudtuk neki, tehát nyilván tudtuk tartani így a méretet is, tehát vissza el tudtuk kérni a size és itt, amikor kiírtuk, ugye ezzel a ugyancsak sablonfüggvényel, ugye ez a printouttal, akkor itt már megvolt nekünk, hogy a paraméterül kapott konténer, az, tehát le tudtuk kérdezni, a méretét. Jó? Ugye ebből e, adódóan. Na de, nézzük meg akkor ebbe egy, az egyszerű verzióját az iterátoroknak, mert e, ugyan megnéztük a vektornál, még lehet, hogy még a órába belefér, hogy akkor azt e, azt még fölvillantom, de akkor nézzük meg, hogy ez itt hogyan is néz ki, hogyan működik. Van pár dolog, amit mindenképp e, úgymond tartalmaznia kell annak a típusnak, amire az iterátort ö, értelmezni akarjuk, alkalmazni akarjuk. Most azt a verziót mutatom meg, ami nem egy nested class, tehát, nem, tehát az iterátor nem egy ö, tag osztálya úgymond az adott típusnak, hanem csak egy ilyen nagyon kis, fapadós, egyszerű ö, iterátor. Ugye ez egyrészt kell, ö, tehát kell pár úgymond ilyen kis using ö, using deklaráció, vagy hát ugye C-be ez volt a typedef régen, de pár ilyen aliaszt be kell vezetnünk. Egyrészt kell ugye a value type, jó, alapvetően ez csak szinoníma lesz, jó? Tehát amikor azt mondom, hogy value type, akkor a típusra gondolok. Jó, ez a using, ez igazából csak ennyit csinál, hogy ilyen szinonimákat vezet be. Jó, akkor vezessük be az iterátort. Ez pedig legyen egy pointer, egy T pointer, jó, ami nyilván, ha spe intre specializáljuk, akkor integer pointer lesz, ha double specializálunk, akkor double pointer lesz. Jó. Ennek meg kell adnunk a konstans verzióját. Ugye, ami egy const pointer, illetve meg kell adnunk egy size type euh, aliaszt, ami pedig esetünkben az előjel nélküli long lesz, tehát ez a uns, long int, bocsánat, unsigned int lesz. Jó. mert ugye a őréjeket, ugye integerrel tudunk így létrehozni. Jó. A lényeg most az, hogy pár ilyen aliaszt mindenképp be kell vezetnünk. Na, és akkor most kezdjük el az iterátorokat, úgymond azokat a függvényeket, amelyel az iterátorokat tudjuk kezelni. Tehát egyrészt legyen egy begin, ami ugye visszaadja az elemet. Ugye az ennek a tömnek az első eleme. Ugye tudjuk, hogy az elem itt ez egy pointer, ami egy n elemű tömnek a legelső elemére fog mutatni. Hát itt ugye a beginnel visszaadjuk a legelső elemet. Kell ennek ugye a konstans verziója, Ugye, hogy ö, ugye konstans ö, objektumokra is tudjuk alkalmazni. Jó, ugye kell akkor az end. Ugye ami visszaadja az utolsó elemet, ami itt ez esetünkben csak annyi lesz, hogy eléptetjük ennél az elempointert, ezzel visszaadjuk az utolsó utáni elemet, ugye, hogy az a iterátoroknál szükséges legyen egy konstans verziója ennek is. És így akkor már megvan a begin és az end. Jó. Oké, és operátorunk van, sizeunk van, hát akkor próbáljuk ki, hiszen mindig mondjuk, hogy a puding próbálja az evés. A legegyszerűbb dolog, hogy megnézzük, hogy a range for loop az működik-e. Mind nézzük meg, hát melyik az ilyen my array Mondjuk nézzük meg ezen a double array Oké, és de azért nyomok elé egy ilyen kis Nyomkövető üzenetet. Hogy ez az én látszódjon. Így. Jó. Rendben van. Na, tehát mondom, kipróbáljuk ezt, hogy működik az iterátor, <kül> de azért nézzük meg. Klasszik. Lefordul, és le is fut, és itt pedig látjuk, hogy ki is írja nekünk ezt a debelőr és range port, tehát a Debler-re működik a range for, így van, és azokat az értékeket írja ki, amik ráadásul a debelőrében vannak, amit tök jó. Így van. Jó. Ugye ez iterátor nélkül biztosan nem működne, úgyhogy ö, egyelőre jól dolgoztunk. Na, amit itt tényleg megjegyeznék, hogy azért a valóságban nem ennyi a dolog, ö, azért ez ennél, ennél bonyolultabb, hiszen ö, itt majd kell ugye ilyen hasonlítanunk is, meg, meg hozzáférnünk, meg ilyesmi, és ez tényleg egyszerű ö, objektumoknál azért működhet. Ennél azért bonyolultabb a valóság. Arra fogunk most példát nézni, hogy mi van akkor, hogyha van kétféle adatszerkezetünk, nagyjából hasonló vagy éppenséggel ugyanolyan adataink, és azt szeretnénk feldolgozni, bejárni, csak rávilágítva egy kicsit a problémára. Jó. Na, és akkor legyen egy programozónk Jack, illetve legyen egy programozónk Jill, vagy Jancsi és Juliska, igazából döntsétek el, hogy, hogy nehezitek, akik kétféleképpen fognak adatot feldolgozni. Most lesz egy olyan, aki mondjuk Jack simán egy tömbbe fogja tárolni az adatait, úgyhogy akkor erre létre is hozunk egy ö, ilyen is pointert, és még ráadásul a hípet fogja használni. De úgy kéne, hogy egy függvénybe olvassuk ezt be. Tehát egy függvény segítségével olvasunk be egy sima tömbbe, és ezt a tömböt fogjuk visszaadni ide egy ilyen lokális pointernek. De hogy hány elemet olvasunk be, mert azért az jó lenne nyilván tartani ugye, mert hogy ö, tömbökkel nagyon sokkal több lehetőségünk nincs. Így átadjunk neki ezt a változót is, hogy hány elemünk van. Jó. Na, írjuk is ezt ki. Mindjárt megírjuk a függvényt is. Check data. Így, és akkor szépen bejárjuk ezt a tömböt. Jack Déta ijedik elemét. Hát túljunk szó közt. Csak végén egy új sort. Jó, na nézzük meg akkor ezt a függvényt, hiszen ez kell nekünk. Ugye egy double pointer fogunk visszaadni, és paraméterül várunk egy integer pointert, csak hogy igazi C jelleggel írjuk meg a dolgokat. Persze itt átadhatnánk referenciát is, de most maradjunk ilyen alacsony szinten. És itt pedig igazából csak annyi lesz, hogy foglalunk memóriát, föltöltjük és visszaadjuk. Hát, mi legyen ez a jack Array? hogy itt a nevekkel ne kavarodjatok. mondjuk egy tökminél mindegy legyen hatelmű tömbünk és simán csak töltsük fel ezt a tömböt valamilyen értékkel, most nem akarok itt ilyen standard inputról, hát ráadásul még ilyen mágikus konstansokkal, csak hogy biztos legyen, és itt pedig tényleg csak annyit csinálunk, hogy a jack array i-edik eleme, legyen mondjuk, mondtam én, iszer, 3. Csak hogy még egy mágikus konstant is bevezessünk. Uh, három, ki tudja, hogy miért. Jó. Uh, amint még kell, ugye, hogy itt hatelemű tömbünk van, hát akkor ennek a kaunnak adjuk értékül a hatot. És térjünk vissza a pointerrel, ami ugye a hípen lefoglalt hatelemű double tömb első elemére mutat. Jó. Na de próbáljuk ki, hogy eddig jók vagyunk el, mert azért... Azért, azért... Nehogy valami disznóságot kövessünk el. Jó, és akkor itt kiírja nekünk Jack D, tehát 0369 12 15 még jónak is tűnik. Úgyhogy alapvetően eddig, eddig rendben vagyunk. Na, és akkor nézzük meg most GL módszerét, ő pedig egy double vektorba fog adatot beolvasni, pontosabban ő egy double vektorba tárolja az adatait. Hát ismét azért bonyolítsuk a dolgot, mert hogy igazából legyen egy double vector pointer, amiben az adatunk van, feltételezve mondjuk Jill nem ismeri a mozgató szemantikát, tehát nem tudja az, hogy egy függvénybe, ha return egy vektort, akkor az egy meglehetősen, hogy mondjam, erőforrás, takarékos módszer, de hát akkor Juliska visszaad egy vektor pointert, és hasonlóan az előzőhöz írjuk is ezt ki, viszont ezt írjuk ki egy kicsit másként. Ugye a vektorunk van, miért ne használnánk az iterátort? És mivel, hogy ez pointer, ezért de referenciálnunk kell. És itt pedig éppen már ki tudjuk írni így. Jó. Na hát nézzük meg ezt a függvényt. Hogy ez hogyan is néz ki. Ugye egy double vector kell, hogy vesz vissza, hogy pontosabban egy double vector pointert. Get from Jill. Hát ennek nem kell paraméter. Alapvetően szerintem ez működik paraméter nélkül is. Foglaljunk le a hípen memóriát. Meg, double. Hát, hogy legyen. Nem adunk neki elemszámot, viszont a névtér minősítés az maradjon, és szépen ugyanígy, hát, legyen így, én azt javaslom, itt megadunk i módon értékeket. Nem a legszebb, de hát ez most ilyen. Lássunk ilyet is, és visszaadjuk a pointert a hípen foglalt vektor. Na most, ami egyébként simán reális ebbe a dolgba, hogy bizony ilyennel lehet ö, találkozni, simán előfordul az, hogy itt ilyen integer pointer, tehát C++-ba integer pointer a paraméter, ö, hogy így ad értéket, tehát ezek, ezek simán előfordulhatnak, fogtok találkozni olyan kóddal, ami, ami így néz ki, sőt olyannal is, ami így néz ki, ez is benne van, de hát nyilván ti már tudjátok, hogy, hogy mi a jó megoldás, hogy van a, hogy van a jó megoldás. E, nyilván itt vissza tudunk adni vektort is, nem kell itt a hípen memóriát foglalni. De most csináljuk így, nézzük meg. Jó, elvileg itt akkor visszaadjuk a, a memória címet, és itt pedig kiírjuk. De próbáljuk ki. Jó, na és itt ki is írja nekünk a GAD, tehát jól néz ki alapvetően. Na hát látjuk, hogy itt azért egy elég heterogén ö, helyzetünk van, tehát itt van egy sima örrély, ilyen C-szerű, double-tömb, itt van egy ö, standard névtérbeli vektor, igaz a hípen foglalva, szóval pointerként használjuk, ö, de azért ez egy nagyon, nagyon változatos dolog. Ezzel kell vele valamit kezdenünk. Mondjuk csináljunk egy olyan feladatot, hogy írjuk ki mindkettőnek a legnagyobb elemét. Jó, tehát hogy ugye itt látjuk, hogy double vannak mindkét esetben. Írjuk ki mindkettőnél a legnagyobb értékű elemet. Na most, alapvetően a kis Algoritmusokat, itt most írni fogok, azok közel se optimálisak, jó. csak tényleg a szemléltetés kedvéért van. Tehát nem, nem azért van itt most ez, hogy hogy tényleg uh, megmondjam, hogy mi a, ami, ami a szép és a jó, hanem tényleg csak szemléltetés kedvéért. Jó, na, úgyhogy a legnagyobb belemet kéne uh, kiírni. Hát ezt majd el fogjuk tárolni egy ilyen hában. Igen változóban. Hát ezt majd döntsétek el ti, hogy így jó-e. És azt fogjuk csinálni, hogy igazából mindkét esetben egy pointert fogunk ráállítani a legnagyobb elemre. Hát akkor csináljuk ezt. Üh, kell egy double pointer ami a jack legmagasabb elemére mutat, meg kell egy double pointer, ami gill legmagasabb elemére mutat. És akkor ez a, ez a két pointerünk van, ezt a két pointert fogjuk itt használni. Na, és akkor menjünk végig. Ugye először menjünk végig Jacknek a, a tömbjén tulajdonképpen. és egész egyszerűen csak annyit csinálunk, hogyha az i-edik elem nagyobb, mint a H, sima, legnagyobb elemkeresés. Akkor azt csináljuk, hogy egyrészt állítsuk át erre a pointert, Jack Data I, de annak a címe, jó, tehát a Jack I-nek a címe, és Állítsuk át a hát, tehát az addigi legnagyobb értéket, ugye a Jack Data íre. Hát ez egy kis segédváltozó, amit tudjátok nagyon jó, hogy teljesen fölösleges, de hát most legyen egy ilyenünk. Jó. Na, látjuk, hogy tömböknél valahogy így tudjunk csinálni, van itt egy countunk, ugye ami a érték, tehát ami, hogy hány darab érték van egy Jacknek a tömbjébe, és ugye a subscript operátorral pontosabban hát nyilván itt a, a sima tömb ö, access tudunk szépen hozzáférni az egyes ö, egyes elemektől, elemekhez, bocsánat. Jó, na meg van Jacknak a legnagyobb eleme, legalábbis reméljük, de majd tesztelünk egy kicsit. Keresünk meg Jill-ét, és akkor itt a segédváltozót úgymond kinullázzuk, és akkor ugye itt már rögtön tudjátok is, hogy ez azért nem a legjobb, de beszéltünk már Beprogon is. Na mindegy, menjünk végig Jill-nek a adat során. Jill data, de ugye Jill data pointer, Oké, okay, és, és akkor tulajdonképpen ugyanezt kell csinálnunk, csak itt ez egy kicsit csúnyább lesz, ugyanis, hogyha a h kisebb, mint az. Tehát az eddigi legnagyobb kisebb, mint az aktuális elem. Na de hát, hogy férünk hozzá az aktuális elemhez? Ugye hát egyrészt dereferenciálnunk kell g-data-t, és annak kell az ijedik eleme. Hát, ugye, ugye, nem olyan szép ez de mondom, simán lehet találkozni ilyen kóddal a valóságban. Tehát ez, ez, ez nem egy elrugaszkodott dolog. Na hát nézzük meg. Állítsuk rá erre a pointert. Ugye erre az elemre kéne ráállítani. Na most ezt hogy tudjuk? Hát ugye nyilván megmondjuk azt, hogy ugye a gildétának kéne az i-edik eleme, és annak a címe. Jó, tehát mi történik? Állítsunk egy pointert a legnagyobb elemre, ez a cél. Itt ugye hozzáférünk, de referenciáljuk a vektort. Itt ugye odalépünk az i-edik elemhez, ezzel pedig elkérjük az i-edik elem címét. Van egy pointerünk a legmagasabb elemre. Jó. Hát ez egy lépés, és ugyanúgy állítsuk át, hát az addigi legnagyobb elemre, No, hát ugyanúgy, mint az imént, csak itt ugye még a vektort ráadásul de referenciálni kell. Miért kell azért, hogy hozzáférjünk a subscript operátorhoz? Na, ez akkor megvan, írjuk ki. Oké, okay, és itt lesz Jill legmagasabb értéke, itt pedig Jack legnagyobb értéke. Jack high. Oké. Okay. Na és akkor megvan a két legnagyobb érték, reményém szerint. Na nézzük. Eddig jó? Na, és akkor azt mondja, hogy Jill High 400, Jack High 15. Hát na jó, de hogy az utolsó. Hát nem hiszitek el, hogy jó, úgyhogy egy kicsit hekkelünk rajta. Bár mondjuk ez mindig a legmagasabb lesz. Mindig az utolsó lesz itt a legmagasabb. Akkor azt nem bántjuk, hanem ide picit beírunk más értékeket is. És reméljük ezzel különösebben nem rontjuk el. Nézzük. Á, oké. Jó, akkor elfogadjuk, hogy jó működik, megkeresi nekünk a legnagyobb értéket. Hát azért ez így nem néz ki szépen. Maradjunk annyiba, nem néz ki szépen. Mindjárt javítunk rajta. Ami segíthet egy kicsit a dolgon, Az, hogyha referenciát használunk, nem sokat egyébként, de picit talán javít az olvashatóságon. Hát ezt most ideírom így alá, ahogy mondom, tényleg most inkább az eszmét próbáljátok meg elsajátítani, mert az, hogy minden be van hányva ide a ménybe, az tényleg rettenetes de mindjárt javítunk rajta. Szóval az, azt tudjuk javítani esetleg Gil-nek a kódján, hogy ide teszünk egy referenciát, Rev és innentől kezdve referenciaként használjuk, és referenciaként. Hát referenciával használjuk a vektort referencián keresztül mert ugye itt akkor már e, valamelyest egyszerűsödik a kód. Ugye itt is, hogyha keresjük ezt a legnagyobbat, hát ki kéne nullázni előbb, azt okvetlenül, ezt ne felejtsük el, és e, hogyha így használjuk, akkor azért egy pukkal már talán kultúrátabb eh, kinézetet kap, és eh, picit-picit olvashatóbb. De még azért látjuk, hogy még mindig, mindig pointerezünk, tehát még mindig pointerekkel vagyunk. de talán már így egy picit, picit áttekinthető, picit jobban láthatóbb. Tehát hogyha elkerülnénk ugye, itt a pointerezést, ami ugye Gil függvényébe van, tehát hogyha ezt úgymond elfelejtjük, hanem simán csak vektorral dolgozunk, használva, ugye a vektornak a mozgató szemantikáját, akkor, akkor egy sokkal átláthatóbb, olvashatóbb kódot kaphatunk. Hát, kírom én ezt még egyszer, pontosabban ide teszem ezt a kiírást, csak hogy ellenőrizzük már le, hogy jó-e. Uh -huh. Jó, Jillheim még mindig négy úgyhogy így akkor úgy néz ki, hogy rendben is vagyunk. Így van. Jó, egy fokkal jobb, de még mindig nem az igazi. Jó, na most. És amit ugye itt nekünk alkalmaznunk kell, hogy tegyük már ki ezt függvénybe. Hát ugye többször használjuk ugyanazt. Jó, tegyük már ki egy függvénybe, írjunk egy függvényt, ami visszaadja a legmagasabb ö, értékre mutató pointert. És két pointert vár, Egyrészt egy first másrészt pedig egy last Kezdjünk hasonlítani az iterátorokra. Csak gondom. Tegyünk ide egy segédváltozót, amit továbbra se lenne szükséges, de egyelőre még legyen ott. Ugye vegyünk fel egy pointert, ami, amit majd visszaadunk, ugye ami az az elem lesz, ami a legmagasabb abba a függvénybe. Na, és akkor szépen menjünk végig, de ne így, hanem pointeresen. Tehát megyünk egészen addig, amíg a nem föld, bocsánat, hanem a P nem egyenlő az utolsóval. Ugye léptetjük P-t, és szépen itt fogjuk ellenőrizni, hogy az érték az nagyobb be, mint az eddigi legnagyobb, és hogyha igen, akkor szépen ráállítjuk a pointert, illetve kicseréljük az értéket. Jó. És a végén pedig visszaadjuk a Jó. Tehát ugye, hogy átadunk két pointert, ugye az első és az utolsó velem, nyilván ezt lehet ö, természetesen ö, ö, variálni. Tehát a, mondjuk egy, de mindjárt meg is nézzük, hogyha mondjuk egy szekvenciának csak az első felét akarjuk, akkor itt az első felére mutató pointert adunk át, pontosabban a közepére. Jó. Úgyhogy igazából, de mindjárt megnézzük ezt is. Jó, itt csak hogy röviden egy intervallumot adunk át, egy felülzárt, alulnyitott intervallumot, vagy előzárt, hátulnyitott intervallumot, és ezen megyünk szépen végig. Reméljük, hogy nem írtam el a pointer aritmetikát, de már is kiderül, hiszen próbáljuk ki. És itt fogjuk ezt most szépen felülírni, pontosabban ezt a Jack high jill High pointert. Na, és akkor? Ugye Jack High, hát itt viszonylag egyszerű dolgunk van, hiszen annyi egész, hogy hívjuk a függvényt, és átadjunk neki egyrészt az első elemre mutató pointert, valamint egy pointert az utolsó utáni elemre. Jó? Hát ilyen sima, sima egyszerű kis pointer aritmetikával. Ugyanez Jill-nél azért egy picit más máshogy néz ki, hiszen ott ugye egy vektor eh, referenciánk van. Ugye most már a vektor referenciát használjuk, és itt pedig akkor azt csináljuk, hogy vektor rev, mert áttértünk referenciára, és ennek a nulladik elemnek a címét kéne átadni, jó, már pontosabban a legelső elemnek a címét, illetve át kellene adnunk az utolsó elem címét, ami pedig nagyon egyszerű, hogy a nulladik elemet eléptetjük szájzal. Tehát a nulladik elem címéhez képest lépjünk el size lépést, az pedig az utolsó utáni elemnek a címét fogja megadni. Na de próbáljuk ki. De miért V? Este van. Így. Jó. Na nézzük. Jó, egyelőre jól néz ki. És ha minden igaz, jól is működik. Így van. Az értékek ugyanazok, mint eddig. Na, haladunk, van egy függvényünk, ami úgy nagyjából, nagyjából már többféle típusra is működik, de azért ez még nem az, amit szeretnénk, hamarosan lépünk tovább. Egyrészt a chat majd írja meg, hogy mi az, amit elfelejtettem, pedig fontos. Másrészt pedig, akkor nézzük meg, hogy ugye milyen előnye van még ennek a megközelítésnek, hiszen látjuk, hogy itt azért átadjuk a teljes intervallumot, de azért lehetőségünk van arra, hogy, hogy kiszámoljuk ugyanezt, mondjuk csak az első felére. Úgyhogy akkor csináljuk már egy olyat, hogy mondjuk legyen egy ilyen Jack Middle pointerünk, aminek pedig megadjuk hát a középső elem címét. Jó. Tehát látjuk, hogy itt nagyjából megadjuk a középső elemnek a címét. Um, és akkor számoljuk már ki az első felére is, meg a második felére is, hogy melyik vagy, hát számoljuk, hát keresjük meg a legnagyobb értéket. Igen, hát indulunk az elejéről, és itt pedig a középső elemig megyünk. Jó, ez lesz az első elem. Az első felének a legmagasabb ö, értékű eleme. Itt pedig átadjuk a másik felét, ami a midőlt megy a jack. Jack Data plus Jack Counting. Ugye a végig. Jó, ezt írjuk ki, Nyomunk egy kövér copy pasztát, és itt pedig átírjuk, hogy ez jack-first-half, itt pedig írjuk, hogy jack second Hall. Remélhetőleg legalábbis. Na nézzük. Oké, okay. és akkor itt. Szóval mondja, hogy a Jack adat sorának első felében a hat a legmagasabb, a második felében pedig a 15. Hát, és még jól is működik. Jó, tehát látjuk, hogy ilyen intervallumokra is működik a dolog. Mi meg tudjuk határozni, hogy meddig menjen. Hát itt mehetne itt a második elemig, vagy tetszőlegesen, ahogy, ahogy gondoljátok. Közben amúgy mondtátok, hogy elmaradt a delete. Ugye egyrészt a Jack ra bah, tehát egyrészt a Jack ra maradt el egy delete, illetve a Jill data ra Jó, hát ez itt nyilván nem látszódott, mert nem volt most, de volt egy kis elegáns memória szivárgásunk, de hát amúgy is rettenetes ez a kód, szóval ez már olyan sokat nem rontott rajta. Na, úgyhogy alapvetően nem néz ki rosszul a dolog, viszont azért még tudunk egy lépést tenni előre, mégpedig az, hogy nem ilyen spé spéci hájfüggvényt használunk, hanem egy generikus hájfüggvényt, És akkor most ez lesz a következő, hogy ezt átírjuk generikusra, ezt a life és akkor, ahogy tanultuk, egy ilyen típus paraméterrel fogjuk elkészíteni, és ugye iterátort adunk vissza. Lesz egy iterátor. Hát, ilyen, lesz egy iterátor az első elemre, lesz egy iterátor az utolsó elemre, és itt pedig szépen kiszámoljuk, pontosabban megkeressük a legnagyobb elemet. Hát itt most már nem használunk segédváltozót. hanem ráállítjuk simán a first és mindig ezt fogjuk ellenőrizni, hogy hogy az aktuális az nagyobb be, mint a, az addigi legnagyobb. Oké, és... Jó, first, ugye, meddig megyünk? Megyünk az utolsóig. és így simán csak ellenőrizzük, hogyha az addigi legnagyobb kisebb, mint a aktuális, akkor szépen átállítjuk, hogy arra mutasson. Majd ha végeztünk, akkor visszaadjuk a pointert. Na de próbáljuk ki meg nézzük meg, hogy itt kell -e valamit nekünk hekkelni. Ugye itt számoljuk, átadjuk itt egy ö, double double pointert, itt egy másik double pointert, itt is double pointert adunk át, és itt is, és ezek is elvileg ugyanúgy működnek. Na de nézzük meg. Uh -huh. Van egy kis elírás, állítólag. Oké, okay, és... Jó, próbáljuk újra. Most már jól néz ki, utasuk is le. És ahogy látjuk, szépen ugyanazt az eredményt adja. Tök jól működik. Nézzük meg a következő példánkat, ami egy nagyon egyszerű kis ö, lista implementáció lesz. Tehát egy saját kis konténert fogunk írni. Ö, ahogy mondtam, azért ez... Ö, Azért ez nem olyan lesz, mint, a, mint az igazi, tehát azért nem ugyanazt fogjuk csinálni, mint amit a vektorral, az, az ö, szerintem most nem férne bele, ö, hanem csak tényleg ö, ilyen intuíciót meríteni, hogy hogyan is nézhet ki egy ilyen lánchort lista. Na most, ami itt nekünk ö, fontos, hogy ez a láncort, ezek a láncolt listák alapvetően ilyen úgynevezett linkekből állnak, ami a listának egy eleme. Na most igazából ez, a, ez, az elem a mi esetünkben hordozni fog egy értéket, mondjuk egy szót, vagy egy mondatot, vagy valamilyen számot, illetve hordozni fogja a megelőző, illetve a rákövetkező elemnek a memória címét. Jó? Nagyon fontos, hogy Ugye itt nyilván már lesz egy kis memóriahasználat, de erre most nem akarnék kitérni, majd ti ezt megjavítjátok, nem is lesz tökéletes. De mondom, most itt tényleg csak annyit lássunk, hogy készítünk egy nagyon egyszerű kis ilyen listát, és arra írunk egy iterátort, csak hogy lássátok azt, hogy hogyan néznek ki, hogyan működnek ezek az iterátorok egyébként a valóságban. Amit még most írtunk, az még azért nem teljesen az. Na, ugye akkor kezdjük el. Először is jó lenne definiálnunk, hogy mi az a link, ugye? És ez ilyen egyrészt elemekből fog állni, és az elem lesz a típus paraméter. Tulajdonképpen ennek az lesz akkor a, a jelentése, hogy innentől kezdve ebbe a linkbe tárolhatunk stringet, integer, doublet, vektort, bármi olyat, ami, ami egyébként elemként viselkedik. De, ahogy mondtam, a konceptekre most nem feltétlenül akarnék kitérni, akkor definiáljuk ezt a link struktúrát. Alapvetően egyszerű lesz a dolog, mert lesz egy viszonylag egyszerű konstruktorunk, ami annyit csinál, hogy egy ilyen elemreferenciát vár, pontosabban azt adhatjuk át, és akkor ezt adhatunk neki, ilyen alapértelmezett értéket, ugye, ami a típusnak a default konstruktorát fogja majd hívni, ugye, hogyha van. Erről is beszéltünk, illetve ez a konstruktor fogja azt csinálni, hogy, hogy be lehet állítani ugye az előző, illetve a következő pointernek az értékét. Hát ezt alapértelmezésben most nullára fogjuk állítani. Ugye a PSS, ugye ez a predecessor és successor, tehát a megelőző és a rákövetkező link és igazából itt csak annyit csinálunk, hogy a prevet ráállítjuk a P-re, mindjárt megbeszéljük, hogy ez micsoda, a rákövetkezőt az S-re, az értéket pedig a V-re. Jó. Na, és akkor itt pedig a tagok, ugye egy lesz egy link pointer a megelőző, lesz egy linkpointer a következő, és lesz egy érték. Jó. Na hát, ahogy egy link kinéz tulajdonképpen egy láncolt listába, ugye van egy értékünk, illetve van két linkpointerünk, ugye egy, ami a előző elemre, egy, ami a következő elemre mutat. Jó. Itt a konstruktorban meg annyit csinálunk, hogy nyilván itt adunk alapértelmezett értéket, nyilván a elem, elem típusnak a default konstruktorával, ugye a pointereket simán kinullázjuk, ez C++ ba alapvetően így rendben is van, de meg is adhatjuk akár, akár adhatunk elemértéket is, illetve akár adhatunk ugye mutató értéket is, hát hogyha tudjuk, ezt nem feltétlenül tudjuk mindig, de az elemet azt be tudjuk állítani. Jó. Tehát így néz ki egy link egy láncolt listába, nagyon leegyszerűsítve. Jó. Na nézzük meg akkor ezt a listát. Ugye nyilván itt is ugye elem típus lesz, elem lesz a típus paraméter. Névütközés elkerülendő uh, lesz ennek is a neve. És akkor kezdjük ugye szépen a publikus tagokkal. Ugye első körben, hát most nem biztos, hogy a publik, nem biztos, hogy jó, hogy a pointerek kint vannak publikusba. De akkor csináljunk már olyat, hogy ö, legyen egy-egy link pointerünk. Az első, illetve az utolsó elemre. Ilyet majd mindjárt megbeszéljük, hogy Miért érdekes? Egyelőre csak legyenek így itt. Mert majd ezeket fogjuk szépen beállítani. Na és akkor készítsünk egy sima konstruktort, ami igazából egy default konstruktor, és annyit csinál, hogy első elemnek beállít egy új linket. És nyilván elem típusra paraméterezve. Tehát mondjuk itt egy ö, string listát készítünk, akkor itt ugye string lesz az a, a típus paraméter, és nyilván akkor azzal a típussal kell magát a linket is elkészíteni, és ö, akkor ez egy string link típusú link lesz ugye a listában. Jó. Ez eddig tuti. Ö, és mivel, hogy új a lista, ezért a láztot is beállítjuk erre. Jó. Tehát mit jelent ez? Egy elemünk van, egy default string mondjuk, egy egyelemű string lista, és az első eleme és az utolsó eleme is ugyanaz. Jó, rendben van. Na, hát egyelőre ezzel mondom, ne foglalkozzunk, nem ez lesz a lényeg, mindjárt mutatom, hogy mi a lényeg. Csináljunk ide egy iterátor osztályt, de itt egyelőre csak deklaráljuk, majd kívül fogjuk definiálni, mert ne ö, zavarodjunk meg teljesen, és akkor használjuk az iterátorokat. Ugye itt a, a beginnél ugye visszaadjuk a, a, az itera, azt az iterátort, ami az első elemre mutat, Jó? Ezt majd mindjárt megnézzük, mindjárt definiáljuk, hogy hogy működik, és akkor ez is világos lesz. Csináljuk meg ugyanezt Endre. Ki az az Endre? Oké, és akkor ide lehetne akár ugye a szokásos függvények, hát itt tényleg most csak definíciót fogok betenni, hogyha van kedvetek, akkor, akkor nyugodtan definiálhatjátok ezeket. Tényleg itt csak megmutatom, hogy milyen egyéb függvények vannak. Például itt van egy insert, akkor itt lehet egy iréz. Jó, de itt tényleg most nem definiálom, csak pár ilyen deklarációt bedobok. Ugye ugyanitt lehet a pushback, ugye azt beszéltük, hogy az nem használ így közvetlenül iterátort, tehát simán itt csak lehet, vagy lehet egy ilyen push front. Ezek benne vannak a rendes stl STL listában. Jó, tehát ezek, ezek benne vannak. Akkor mit lehet még? Mondjuk egy ilyen, hogy visszaadunk egy elemreferenciát az elejére, tehát a legelső elemre. Return first, de akkor mivel referencia, ezért de referenciáljuk. Ugyanez mehet a lastra is, ami a utolsó elemet adja vissza. Jó, ezeket nem feltétlenül, bocsánat, back, nem last, back. Jó, ezeket nem akarom most itt definiálni nem ez a lényeg. Hanem ami a lényeg, az ez az iterátor, úgyhogy akkor ezt készítsük is el. Jó. Így van. Ezt is ugye, ez is ugye template, tehát sablon, sablonosztály lesz. Jó, és ezt az osztályt ugye a mylisten belül fogjuk. Üm, így van. Tehát ez egy MyList iterátor lesz, és itt fogjuk szépen uh, leírni azt, hogy hogyan is néz ki egy iterátor egy listába. És azért ez az iterátor már azért kísértetiesen fog hasonlítani ahhoz, amit a STL-be is használnak, uh, úgyhogy igyekszem, igyekszem nagyon hasonlóra írni. Jó, ugye iterátor egyrészt tárolja azt a ö, helyet, ahol éppen van. Jó, tehát ez a current vagy aktuális ö, elemnek a címe, és ö, van rá értelmezve pár művelet. Ugye egyrészt van egy konstruktora, aminek ugye ö, egy link pointer paramétere van, és alapvetően csak annyit csinál, hogy ez szépen beállítja erre az értékre. Jó, ez az, amit például így csinálunk, ezzel a iterátor first -tel. Jó, tehát itt ezt a konstruktort használjuk. Oké, és, és akkor ezzel tudunk készíteni iterátort. Ugye akkor legyenek műveletek, ugye egyrészt a léptetés előre, a léptetés hátra, ugye ezt a plusz plusz, illetve mínusz minusz, minusz e, operátorral fogjuk megoldani, aminek ugye hát itt osztályon belül nem is kell paraméter, hanem csak annyit csinálunk, hogy az aktuális az legyen egyenlő az aktuálisnak a megelőzőjé, megelőzőjével, e, rákövetkezőjével, bocsánat, successor. Jó, tehát léptetünk egyet a következőre, és hát szokásos konvenció, adjuk át a self reference -t. ugyanezt megcsináljuk a minus minusra is, Csak itt akkor a megelőzőre lépünk. Így van. És ami a talán a legfontosabb, hogy definiáljuk az access operátort, ami pedig egy elemreferenciát ad vissza, és egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy visszaadjuk az aktuálisnak a vel well tagját. Na, ugye mi történik itt? Ugye látjuk azt, hogy Ugye így szépen tudjuk léptetni, tehát úgymond a Lánchort listán ezzel tudunk előre, illetve hátra lépegetni. Ugye a plusz-plusz, minusz minuszsal. Jó. Simán csak annyi, hogy itt a, a körrendet, tehát az aktuálisat állítjuk, vagy a megelőzőre, vagy a rákövetkezőre. Jó. Ami itt szerintem a legfontosabb, hogy ugye itt definiáljuk az access operátort, vagy dereferencia operátort, hívhatjuk ahogy a, a csillag operátort. É, és itt annyit csinálunk, hogy visszaadjuk az aktuális elemnek az értéktagját. Ugye miért nem jó, miért kell ezt nekünk megmondani? Ugye gondoljunk bele, hogy egy linkbe most már bármilyen típusú elem lehet, tehát nekünk nem elég az, hogy visszaadjuk a, magát a linket. Mert ugye a link az tulajdonképpen maga a, 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 az érték, meg a két pointer, ugye a megelőző, meg a rákövetkező linknek a, a pointeret. A, a linket így egybe tudjuk ö, értelmezni. Viszont, hogyha itt megmondjuk neki, hogy mit csináljon a dereferencia operátor, akkor onnantól kezdve már a, magát az értéket fogja visszaadni, és pontosan ez az, amit szeretnénk, hogy az értéket adja vissza, ne a linket. Jó. Oké is. Na, két dolog van még. Ö, uh -huh. Ugye amivel össze tudjuk hasonlítani. Ugye nyilván két iterátort hasonlítunk. Tehát ugye meg kell adnunk a elvájút, és itt pedig ugye, hát, mikor egyenlő két iterátor, hogyha az aktuális tagjuk egyenlő. Jó, tehát itt van, amire aktuálisan mutat a mi iterátorunk, és hogyha a paraméterül kapott iterátor ugyanoda mutat, akkor egyenlő két operátor. Két iterátor, bocsánat. Jó, nézzük meg a nem egyenlőre. Hát ez alapvetően annyiban lesz egyszerű, hogy Hát itt ezt átírjuk arra, hogy nem elő. Nyomjunk már egy main-t, main, és öm, csak hogy ki is próbáljuk, és akkor csináljunk egy ilyen MyList példányt, egy ilyen integer-est, öm, simán üres konstruktorral, vagy a default konstruktorral üresre, és öm, töltsük fel elemekkel. Csak kéne egy pushback. Hát igen, vagy pushfront valami ö, mindenképp jó lenne. Lágyan egy pushfront, mert azzal szerintem egyszerűbben vagyunk. És akkor ez egy... Hát elem. Igazából már mi más. Aztán mondjuk az elementet, de jó ez így most és ugye a MyList osztálynak a pushfront függvényét fogjuk definiálni, aminek egy konstans elemreferenciát adunk át, és nem erős egyszerűséggel azt fogjuk csinálni, hogy a first first helyére létrehozunk egy új linket, így van, és itt használjuk a linknek a konstruktorát, egyrészt átadjuk értékül a vét, a first pointer beállítjuk nullára, a lastot pedig a firstre. És itt most félbe is hagynám, majd kiegészítitek, hogy ez jó legyen. Bár még aránylag nem is néz ki a rosszul, de itt azért a többi elemmel is lehet, hogy kéne egy kicsit gépészkedni. Egyelőre maradjunk ennyiben, szerintem ez így jó lesz. Csak tényleg szemlélet és, szemléletet és képen akarnám ezt. És akkor itt ezt már tudjuk használni. Tehát tudunk egy push nyomni, és ezzel betesszük a, az id e ebbe a listába. Jó, de hát menjünk rajta végig. Ugye Hát nem menjünk rajta végig, hanem használjuk a hány függvényt, amit az imént megírtunk. Simá simán, itt csak kikopizom ide a kódunkba. Hát ugye reuse van, úgyhogy ezt itt használjuk. Na és akkor állí állítsunk egy iterátort erre a hi-ra. Hogy is van ez? Ugye ez a mylist int iterátor ezt legyen egyenlő, és itt hívjuk a tájfüggvényt, és itt már tudunk csinálni, hogy a listának az eleje, és a nem lista, emel, bocsánat, emelnek az eleje, és emelnek a vége. Jó. Hát itt megadjuk szépen a intervallumot, hogy hol menjen végig. Na de még írjuk ki, szépen itt kiírjuk. Megdobjunk egy új sort. Jó. Na, amit még jeleztetek itt a csetbe hibát, hogy ezt a pontos veszőt itt átírjuk veszőre. kis íráshiba az mindig benne van a pakliba. Emléletileg minden megvan, de próbáljuk ki. Névtér legyen. Na, és akkor írjunk be értékeket. Jó. És így szépen kiadja nekünk, hogy a highest value az 45. Tökéletes. Úgyhogy Elköszönök, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és még kísértétek, figyelemmel kísértétek a mai órát.